Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt országgyűlés, az év legfontosabb törvényjavaslatához, a költségvetéshez benyújtott 437 módosító javaslatra 6 percet kapott a Mi Hazánk mozgalom. A 437 módosító javaslatból 437-et nyújtottak be ellenzéki képviselők, kormánypártiak egyetlen egyet sem. Ők azok, akik a folyosón szoktak nekünk panaszkodni, hogy milyen jó nekünk, ellenzékieknek, mert mi felszólalhatunk például a szüke pátriánk érdekében, az általunk fontosnak tartott területek érdekében, lobbizhatunk, témává tehetjük, és a tematizációnak köszönhetően előbb-utóbb azért történhet valami. Ezt tapasztaltam például a legutóbbi költségvetés vitájában, amiben még részt vehettem 2016-ban a mandátumomról való lemondásom előtt, hiszen bár leszavazták a főváros legnépesebb kerületének legnagyobb templomát, felújítását célzó költségvetés módosító javaslatomat, de nem telt el talán 2 hónap sem, hogy Lázár János egy kormányinfón állt elő, és jelentette be, hogy a kormány támogatja az újbudai Szent Imre templom felújítását. Szóval láttunk már ilyeneket, és ha már ilyen folyosói kormánypárti elszólásokról beszélek, akkor hadd mondjam, hogy ők úgy szokták említeni az itt a vitát mindig rendre végigülő Banai Péter Benő államháztartásért felelős államtitkár urat, hogy csak el ne üsse a villamos, mert akkor Magyarországnak nem lesz költségvetése. No, hát ők nagyon lojálisan és nagyon tisztelettudóan fogalmaztak. Én kevésbé, mert azt gondolom, hogy még ha ne adja Isten, hogy elütné a villamos, költségvetésünk akkor is lenne, hiszen a multinacionális cégek úgy tűnik, hogy tudnak költségvetést írni. Mi legalábbis azt tapasztaljuk, hogy ezt a költségvetést szinte tolba mondták, és nagyon fájó, hogy miközben nemzeti együttműködés rendszeréről beszélnek, a költségvetéshez benyújtott 437 ellenzéki módosító javaslatból egyetlen egyet sem támogattak. Még egyébként pikáns módon azt az egybetűs helyesírási javításomat is leszavazták, ami persze vitathatatlan, hiszen egy MTA-s linkkel indokoltam ennek az egybetűs módosításnak a szükségességét, de az, hogy olvasatlanul is leszavazták, vagy hát nem egészen olvasatlanul, hiszen később sajátjukként benyújtva a ma 12 kormány által támogatott módosítójavaslat egyike lett, amit végül sajátjukként, úgymond bizottsági módosítójavaslatként mégiscsak elfogadtak. Államtitkár úr, miért ilyen kis stílűek? És most széttárhatná a kezét, hogy hát ezt a bizottság szavazta meg, csak hogy az a helyzet, hogy mind a 437-nél ott szerepel az a mondás, hogy a kormány képviselője nem támogatja. Tehát a kormány nem támogatja. Legalább megtehetnék azt, hogy egyszer azt mondják, hogy de hát ez nem fordítja fel az egész költségvetést, ez egy jó javaslat, mi támogatjuk, de hát a fideszes többség azt leszavazta. De még csak ezt se teszik meg. Tehát nem látom itt sajnos azt a pártatlanságot, amit egy ilyen esetben szerintem elvárhatnánk, főleg ha nemzeti együttműködés rendszerének definiálják magukat. A Mi Hazánk mozgalom számos konstruktív javaslatot megfogalmazott, melyek nem is engedték volna meg a költségvetést, így a demográfiai világnapon ma hadd említsem meg például, hogy indítványoztuk autópályánként egy játszótér építését benzinkutaknál, talán így a nyaralások idején ezt sokan átérzik, hogy milyen fontos, hiszen a kisgyermekesek hosszabb utazásainak megkönnyítése érdekében célszerű volna legalább autópályánként egy családbarát pihenőhely építése, ahol megállhatnak például 10 óra izni is. A játszóterek állami építését meg lehetne pályáztatni benzinkutak számára is, így az állami forrás is kiegészíthető volna piaci pénzekkel, hiszen az üzemanyagtöltő állomások is érdekeltek lehetnek, hogy nívósabb környezetbe kerüljön a jellemzően étkezési vásárlási lehetőséget is biztosító megállóhely, ezáltal több szolgáltatást is biztosítva. Miért ellenzik az autópályánként legalább egy játszótér építését benzinkutaknál? Nos, az idő rövidsége miatt tehát nem tudom kifejteni a több tucat módosító javaslatunk melletti érveinket, de azt gondolom, hogy ilyen költségvetés nem egészen megrengető javaslatainkat elfogadhatnák, még ha az országgyűlés várhatóan holnap nem is fogja megszavazni azt a 3 javaslatunkat, melyet plenáris szavazásra azért kikérhettünk, hiszen egy frakciónak erre van lehetősége. Nekünk ez a 3 választások közül az egyik az, hogy a Nemzeti Koronavírus Oltóanyag gyára előirányzott mintegy 19
milliárd forintot, azt csoportosítsuk át bölcsődei férőhelyek bővítésére, bölcsődék fejlesztésére. Ezt is szükségesnek tartom itt a demográfia világnapján, ha kifejteni nem is, de legalább így címszavakban ismertetni. Miként azt is, hogy a pedagógusok bérének 25%-os emelését indítványozzuk, és erről is szavazni fog holnap az országgyűlés. Vélhetően ugyanúgy olvasatlanul le fogják szavazni, ahogy a 437 módosító javaslat mindegyikét, de mégis szükségesnek tartottuk harmadikként a kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatokból átcsoportosítani a 12 milliárd forintból pusztán 2 milliárdot egy nagyon szerény javaslatként a 2036-os olimpia megpályázásának előkészületére. Szimbolikus dolog, hogy valami végre elinduljon. És hát zárásként hadd említsem meg egy nagyon szerény javaslatunkat, a kiskumajsai 1956-os múzeum támogatását, hiszen a Pongrácz Gergely által alapított múzeum állami támogatása érdekében országgyűlési képviselőként 2010-től évekig nyújtottunk be költségvetési módosító javaslatot, mindig leszavazták azt. Végül a 2015-ben a Honvédség felújította, de működési támogatást nem adtak, az csak Kiskumajsa önkormányzatával kötött együttműködési megállapodással sikerült úgy, ahogy biztosítani, de miután fideszes többségűvé vált az önkormányzat 2019-ben, felmondták ezt a megállapodást, hazánk egyetlen 1956-os múzeumának állami támogatását. Kérem azért, hogy legalább sajátjukként terjesszék be, ha idén nem is, akkor legalább a jövő évi, vagy az azt követő költségvetéshez egy ilyen szerény módosító javaslatot, hogy megvalósulhasson az ország egyetlen 56-os múzeumának állami támogatása. Kérem, hogyha a többi módosító javaslatunkat le is szavazták, egy-kettőt azért fontoljanak meg. Köszönöm szépen. Felszólalásra jelentkezett Nyitrai Zsolt képviselő úr, a Fidesz képviselője, ő következik, megadom a szót, parancsoljon. Elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt államtitkár úr, bocsánat, hogy újra szót kérek, de muszáj vagyok reagálni a Mi Hazánk képviselőjének, illetve a Magyar Szocialista Párt képviselőjének a költségvetéssel kapcsolatos véleményére. A Mi Hazánkos kolléga azt mondta, hogy ezt a költségvetés területet akár egy multicég is mondhatta volna tolba. Tisztelt képviselőtársam, hogy melyik multicégre gondol? Bankra, biztosítóra, nagykereskedelmi láncra, energiacégre, telekommunikációs cégre, vagy légitársaságra, hogy kép extra profitból hozzá kell, hogy járuljanak a magyarországi rezsi védelemhez, illetve a haza megvédéséhez. Én nem gondolom, hogy hitelesen a Fideszt és a KDNP-t, a kormánypártokat lehet multicég barátsággal vádolni. Természetesen szövetségeseink és együttműködő partnerek, de a baloldal volt az mindig az ellenzéki pártok, tehát a Mi Hazánk nem, de a baloldal teljesen egyértelműen a rendszerváltoztatás óta, amikor az volt a kérdés, hogy az emberek mellé álljon a közélet, vagy mondjuk a bankok, multicégek vagy Brüsszelt kell választani, akkor a baloldal az emberekkel szembe mindig a multicégeket, Brüsszelt és a bankokat választotta. A Fidesz-KDNP, amelyet egyébként, hogy komoly együttműködő partnerként tekint ezekre a társaságokra, cégekre, mindig az emberek mellé áll, és azt gondolom, hogy ez a mostani költségvetés is ebbe az irányba mutat. Magyarországon fizetik a polgárok a legkevesebbet a benzinért Európában. Magyarországon fizetik a legkevesebbet a családok a rezsivel kapcsolatban. Gondolom ezek is olyan intézkedések és döntések, amelyek nem a multicégek mellett, hanem az emberek mellett teszik le a voksot, és nem csak a szavakban, hanem a tettek, intézkedések tekintetében is.